Szokoli sztárok becsaja 1911-1941. Ez a címe Nemanja Karapandzsics vezető történész kurátor kiállításának, amely az Óbecsei Városi Múzeumban nyílt meg. A kiállítás a Művelődési Minisztérium támogatásával valósult meg, és a Szokol mozgalom kezdetét mutatja be Vajdaságban és a Szerb Királyság területén egyaránt. Emellett bemutatták a Szokol Társaság elnökének és titkárának, Milan Popovicsnak és Dimitrije Hadnagyevnek, mint a két világháború közötti korszak két legkiemelkedőbb kulturális dolgozójának tevékenységét Óbecsén. Ennek a kiállításnak az ötlete tőle mered, egy egyszerű tény miatt, mivel rengeteg későbbi szocialistának a gyökerei az egykori Jugoszláviában, éppen a Szokol Társaságból valók, úgyhogy ez volt az egyik oka. És még az is, hogy ezzel a témával még soha senki nem foglalkozott. Ez most egy kísérleti projektum, és szabadon mondhatom azt, hogy a jövőbeni kutatások alapját fogja képezni. A Szokol mozgalom, amely még Prágában alakult meg 1862-ben, úgy elterjedt a szlovén népkörében, mint a tűzvész, akik az osztrák-magyar monarchiában éltek. Ez a mozgalom a szabadságot, az emberségességet és a hazaszeretetet hirdette. Az osztrák-magyar monarchiában élő népeknek tilos volt katonai formációkba tömörülni, így ők nemzeti egyesületeket alakítottak, amelyből később megszületett a Szokol Társaság. A Szokol Társaság tevékenységi köre jóval szélesebb volt, mert művelődési, oktatási és építő munkával is foglalkozott. A kiállítás látogatói részleteket tudhatnak meg az óbecsei, a bácsföldvári és a péterrévei Szokol Társaság eredetéről, fejlődéséről és tevékenységéről. Az első Egyesítő Sándor Szokol otthona a mai Dötövő Partizán, a II. Világháború kitörése előtt épült, és ezek az események átmenetileg leállították a munkálatok befejezését. Az új hatalom megalakulása után, azaz 1945 után az épület, amely sportotthonnak épült, arra szolgált, hogy az ifjúság testnevelését fejlessze az újra alakult Partizán Egyesületben. A Városi Múzeum tárgyai hiányosak, ezért a kiállításhoz más intézményektől is segítséget kértek, így a Nagybecskereki Népmúzeum, a Vajdasági Szokol Társaság, a Zentai Történelmi Levéltár, a Zentai Múzeum tárgyai is helyet kaptak, ugyanúgy, mint azon polgártársak magángyűjteményei is, akiknek elődei a Szokol Társaság tagjai voltak. Érdekessége ennek a kiállításnak, hogy még sokak számára ez egy ismert téma, talán ennél a kiállításnál kaptam legtöbbször azt a kérdést, hogy akkor miről is van szó, kik is voltak ők. Így azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes tényfeltáró kiállítás azok számára, akik még nem hallottak ennek a társaságnak a létezéséről is. Ugyanis mai napig ez egy működő társaság, de ténylegesen a két világháború között voltak legaktívabbak. A katalógus a kiállításnak részletesen foglalkozik a társulat történetével, történelmével, így ugyan a kiállítás mindenféleképp érdekes megnézni, maga a katalógus az, ami itt a legtöbb értéket képezi. Az Óbecsei Városi Múzeumban a Szokoli sztárok becseje 1911-1941 című kiállítást a következő két hónapban tekinthetik meg a látogatók. Kétnyelvű katalógus is társul hozzá. Maga a kiállítás pedig 82 tárgyat tartalmaz.